Ezúttal Simig Ágnes tartott előadást a Kultúrkortyok Szabad Egyetem című program sorozat részeként a Babits Mihály Kulturális Központban. Az idegenvezető egészen iránig kalauzolta a résztvevőket. Ági 6 évvel ezelőtt döntött úgy, hogy szeretné megismerni az országot, és teljesen egyedül egymaga indult útnak. A Valódi Irán nevet választottam a címének. Nem véletlenül ez nem annyira a látnivalóknál fog szólni, persze az is említésre kerül, hiszen Irán egy gyönyörű ország, amit kevesen tudnak. Pedig sok ezer éves történelme van, de a média az elég egy oldalon mutatja be ezt az országot, nagyon sok negatívumot hallunk róla. Például az, hogy mindenki csadorba burkolózik, ami egyébként nem is igaz, az iszlám rezsim, hogy elnyomja a lakosokat. És igazából más nem nagyon kerül szóba, pedig Irán az egyik leggazdagabb kultúrájú ország, és amikor én először 6 évvel ezelőtt, igen, egyedül nőként vágtam neki ennek az országnak, hát pontosan nekem is azt mondták, hogy na majd élve nem fogok hazajönni, és nem, hogy nem ez történt, de egy olyan országgal találkoztam, ami nagyon nagy hatással volt rám, és bebizonyosodott az, hogy amit a médiában hallunk, illetve amit a helyben tapasztalunk, azért egészen más lehet, és nagyon jó, hogyha az ember személyes tapasztalatokat gyűjt. Hiszen bár amit hallunk a médiában, az igaz egyrészt, de azért nem szabad ezt az ott élő emberekkel azonosítani. Mert amikor én ott jártam egyedül nőként, akkor nagyobb biztonságban éreztem magam, mint Európa bármelyik nagyvárosában. Vendégségbe hívtak családok rendszeresen, és olyan vendégszeretettel találkoztam, amiről nem tudtam, hogy létezik előtte. Úgyhogy ez volt az első látogatásom, nagyon örülök, hogy dacoltam mindenkivel, és mint azzal, ahogy próbáltak erről lebeszélni, mert azóta már sokszor voltam. Legutoljára is egyedül hátizsákkal vágott neki a kalandnak, akkor az ország északi részét fedezte fel. Ami egy zöld vidék, Irán ugyanis egy óriási ország, úgyhogy apránként lehet felfedezni, minden megtalálható itt ebben az országban is. Ezzel az előadással igazából az a motivációm, hogy megmutassam az embereknek, hogy mennyire félreértjük ezt az országot, meg általában nagyon sok mindent, és amiről nem tudunk, nincs információnk, attól általában félünk. És ezért jó elmenni, megnézni saját magunknak, tapasztalatokat gyűjteni, és teljesen más képet kaphatunk róla, és ez volt életem egyik legtanulságosabb útja. De vajon honnan jött az ötlet, és miért pont Irán? Ezen már gondolkoztam én is, mert nem érdeklődtem, kimondottam a perzsa irodalom, vagy perzsa történelem iránt. Talán volt egy-két ismerősöm, akiről hallottam, hogy voltak, és pozitív élményekkel jöttek haza, és amikor utána olvasgattam egy kicsit, hogy utazók mit mesélnek, mindenkinek pozitív volt az élménye, úgyhogy akkor gondoltam, hogy ez nem véletlen. Ez az egyik oka. Másrészt meg nem tudom, hogy másnak is van-e ilyen, de amikor azt hallottam, hogy Teherán, semmit nem tudtam róla, de valahogy olyan a csengése, hogy oda vonzott engem. Van egy-két ilyen hely. Nem azért, mert sok mindent tudtam róla, egyébként nem is a legszebb város Iránban, egyáltalán nem, de mégis valahogy úgy éreztem, hogy nekem Teheránba el kell jutni, és addig nem nyugszom, amíg oda el nem jutok. Mivel nekiindultam, ezért, mivel már olvastam és gyűjtöttem információt, tehát én tudtam, hogy ennek van egy másik oldala is, és nem szabad azonosítanunk egy országot kormányzó rezsimet az ott élő emberekkel. Ez nekem már akkor világos volt, hogy ez a kettő el fog válni egymástól, de nem számítottam ilyen fajta vendégszeretetre és kedvességre, tehát mégis rengeteg meglepetéssel szolgált. És azóta is ilyen országokba szeretek menni, amiről keveset tudok, mert ott élnek a legnagyobb meglepetések, meg a legnagyobb tanulságok. Ott élni nőnek, meg turistának lenni nőnek, az más dolog. Természetesen az, hogy én ott vagyok 2 hetet, egy picit figyelnem kell az öltözködési szabályokra, az egy dolog. Az túl lehet élni, és megéri. Ott élni azért az már egy más kérdés, mert valóban a nők helyzete az nem túl jó. A hírekben most is sok minden van Iránról, minden csak nem jó, és ez így is van. Úgyhogy elválasztanám azt, hogy ott élni nőnek,
illetve turistának lenni. Ha olyan szempontból kell mondanom, hogy turistaként, nőként, és hogy hogy állnak hozzá, amit a Közel-Keleten lehet hallani, hogy néha udvariatlanok, azt egyáltalán nem tudom itt mondani. Itt inkább örülnek minden látogatónak, nőnek, férfinak, bárki legyen az. A lakosok egyszerűen értékelik azt, hogy a médiában sugárzottak ellenére valaki veszi a bátorságot, és eljön mégiscsak Iránba, és akkor mindent megtesznek, hogy jól érezze magát. 6-szor voltam, 3-szor ugyanazt a programot jártam be, mert idegenvezetőként dolgozom, és megvan egy fix programunk, amit végigjárok. Ezen kívül 2-szer voltam egyénileg, és akkor különböző részeit néztem meg Iránnak. Legutóbb egészen távoli falvakban voltam, ahol tényleg turista is alig jár, úgyhogy kis oázisokban, sivatagi falvakban, afganisztáni határi közelében is. Nem nagyon találkoztam egyetlen turistával sem, és én hozzáteszem, hogy angolul nem nagyon beszélnek, de még ez sem kell, hogy visszatartsa az embert, mert mindent meg lehet oldani. Még ez sem akadály. Főleg manapság nem, amikor már az interneten keresztül is sok eszköz rendelkezésre áll. Az idegenvezető arra buzdít mindenkit, hogy ne féljenek új területeket, kultúrákat megismerni. Én csak azt tudom mondani, hogy egyrészt nekem a Közel-Kelet az egy nagy kedvencem, pont az emberek kedvessége miatt, meg azért, mert olyan látnivalók vannak, amiről nem tudunk. És eláll az ember lélegzete is, olyan szépek, csak éppen nincs olyan gyakran a médiában, mint mondjuk Róma, vagy Párizs, vagy a perui Machu Picchu. Pedig vannak olyan szépek. Inkább azt mondanám, hogy igen, a média mögött még van sok minden egy országgal kapcsolatban, és információt kell gyűjtenünk, és hát ha lehetőség van személyes tapasztalatot, erre persze nincsen mindenkinek alkalma, de a pontosan ezért én meg előadásokat tartok, hogy egyrészt ösztönözzek másokat, hogy utazzanak, vagy egyáltalán csak, hogy egy mélyebb képet, egy árnyaltabb képet kapjanak az országról.